Itt a Sportligetben egy új fejlesztésnél állunk. Hol tart ez a folyamat, és egyáltalán miért kellett ez a pumpapálya? A folyamatnak a vége felé vagyunk, de még kellenek munkálatok, és hogy miért. Valamikor Kőbányán itt, nem is olyan régen, még kísérleti jelleggel egy ilyen homokbuckákból összerakott akadálypálya, kerékpáros akadálypálya volt, amit imádtak a gyerekek, mint minden ilyen modern sportot, a roller, a gördeszka és a biciklikerékpárokkal való kihívás, ez most már szerves része a fiatalok sportigényének. Ez itt is megvolt, de hát ez ilyen barkács körülmények között. Aztán a kerékpáros szövetség kiírt egy pályázatot a Magyar Állam segítségével, és ezt megpályáztuk, hogy hogyan lehetne úgynevezett pumpapályát, szaknyelven ezt úgy hívják, ezt a hátam mögött levő pályát, pumpapályát építeni, és az országban több ponton ezt megpályázták, és nyertek is, többek között Kőbánya is így kapta meg a bekerülési költségnek az 50%-át, a másik 50%-át pedig a kőbányai önkormányzat finanszírozza, plusz a kiegészítéseket, tehát így mi mondjuk olyan kétharmad pénzt tettünk bele. A pumpapálya gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy olyan fajta hegyes, völgyes, kanyargós, amint látjuk itt ilyen különböző nehézségi fokokkal ellátott pályaszakaszokon végigmenni a kerékpárral úgy, hogy a pedálhajtáson nélkül a súlypont áthelyezésével, ha úgy tetszik, ilyen pumpáló mozdulatokkal átadni az energiát, és teljes körbe végigmenni ezen a pályán. A szakemberek szerint ez kiválóan alkalmas arra, hogy a fiatalok elsajátítsák a kerékpározásnak azokat a mesterfogásait, amit később biztonságosabbá, irányíthatóbbá teszik ezt a járművet. Tehát nem csak itt az ügyességüket fejlesztik, hanem kint a közlekedésben is gyakorlati haszna van. Megnéztük Nagytétényben a már megépült pályát, ami a fővárosban található. Megnéztük műszakilag, hogy néz ki, és elhatároztuk akkor, hogy pályázhatunk ezen, amint mondtam, és ezek után elkezdődött a tervezés. Nem volt egyszerű, hiszen ez még azért annyira új újdonság, hogy igazából kialakult szabványi része ennek nincsen, de mégis azért a kerékpáros sportban levők azért pontosan tudják, hogy melyik egy jó pumpapálya és melyik nem. Pályázati pénz és önkormányzati pénz van ebben a projektben, mekkora az összeg? Tehát a teljes pumpapálya az bruttó közel 63 millió forintból épül meg, amiből ugye van egy támogatott rész maga a pumpapálya és ennek nyomvonala, ez kb. 17 millió 200 ezer forint, de a támogatás összeg az 17 millió 500 ezer forint, ami támogatás, ami az összes többit ugye az önkormányzat állja. Ez a bruttó összeg, ez az egész teljes körű pumpapá és az ahhoz csatlakozó kiegészítő munkák, tehát a vízelvezetés, a térvilágítás, a különböző eszközök, ugye lesz egy bicikli szerviz, illetve a padok és kerékpártárolók jelentés érinti. Ha az ember laikusként ránéz erre a pályára, akkor mondhatná azt is, hogy ezt akár így meg lehet építeni, úgyhogy valaki csak elkezdi formázgatni a pályát, aztán itt egy hipe, ott egy hupa, valami lesz belőle. Valójában mi a helyzet? Valójában én is azt hittem, hogy ez csak egy nagyon jó, olyan, mint amikor egy kisgyerek a tengerparton egy homokvárat épít, de nem. Tehát ez tényleg egy nagyon összetett dolog, így most így a beruházás lefolytatása mellett így volt szerencsém, ugye kerékpárosoktól, meg ugye a Maketusz képviselője, akik ugye támogatott részeként benne vannak, hogy ez bizony azért ennek sok mindennek kell megfelelni. Ennek van egy sportszakmai szempontból egy ellenőrzése, egy műszaki és egy minőségi elvárás. Tehát 3-4 részből áll össze egy ilyen pumpapálya, hogy ez teljes körűen azt lehessen mondani, hogy ez valóban egy pumpapálya, és rendeltetésszerű használatra alkalmas, hogy mindenki arra tudja használni, amire kell. Itt akkor ezek szerint a fizika törvényszerűségeit gyakran figyelembe kellett venni ahhoz, hogy a kanyarokat meg a dőlésszögeket meg lehessen tervezni, ugye? Így van, ugye ez tehát a lényeg az, amit tudni kell, hogy tehát egyszerűen ugye ki kellett tűzni a tervek alapján, tehát megkaptuk a kiviteli tervet, tehát a kiviteli terv alapján a vállalkozó kitűzte
teljes körülön az egész területet. Ugye voltak egy-két eltérések az eredeti tervhez képest. Ugye kitűzi, ugye megcsinálja neki az alépítményi vízszintes részt, és akkor elkezdi terv szerint a magasság szerint ugye az alépítményi részt először megcsinálni. És akkor különböző rétegeket hord rá, és akkor a végén, ahogy láthatjátok, az aszfalt réteget két rétegben tömöríti, 8 centi vastag aszfalt van rajta. A biztonság milyen szempont ebből a szempontból, vagy az, aki egy ilyen pályára oda megy, az tudja, hogy már végül is vállalhat kockázatot? Hát, mint minden sportban, ebbe is van azért némi kockázat, de azért igyekeztünk, és a terv is olyan, hogy szerintem, aki tisztességesen, normálisan rajta használni fogja rendetetésszerűen, én úgy gondolom, hogy baleset nem tud bekövetkezni. Nyilván egy-két esés biztos, hogy lesz, én ezt nem tagadom, mert a biciklizés azért az erről szól, de igyekszünk még a jövőben olyan biztonsági eszközöket kihelyezni, például a nagyobb ívek mellé ilyen védőhálószerűséget, illetve a fákat is körülvenni ilyen védőszivacs szerűséggel, hogyha esetleg akármilyen bukás vagy esés következik be, tehát a gyermek vagy a szülő vagy akárki ne sérüljön komolyabban. Itt lesz korosztályi meghatározottság? Szerintem nem, a pumpapályát bárki használhatja, szerintem kortól függetlenül. Lesz kihelyezve két tábla, ahol a használati útmutatás teljes részletességgel le lesz írva, hogy ezt hogy lehet használni és miként lehet használni a pályát, illetve azért, tehát mivel hogy ez egy támogatott projekt, tehát évente itt majd ingyenesen rendezvényeket kell szervezni. Hány évesen lehet elkezdeni pumpapályázni a gyerekeknek? Igazából abból kellene kiindulni, hogy ugye egy gyerek mikor tanul meg kerékpározni megfelelő módon. Egyre jobban tolódik ki ez a határ, ugye 3-4 éves gyerek már tud támaszkerekek nélkül menni biciklivel. Ugyan maga a pumpa mozdulatot azt még nem tudja elsajátítani, de én azt gondolom, hogy amikor már megtanul támaszkerekek nélkül menni, akkor már kontrollal ki lehet hozni egy ilyen pumpapályára, ami azért van, hogy gyakorlatilag megtanuljon megfelelő módon bringázni. A korhatár, hát 4-5 év az a minimum szerintem. És azt látszik, hogy itt ezek a gyerekek már fantasztikusan, magabiztosan kerekeznek. Mióta csinálják? Hát a legkisebb gyereknek is van a múltja mögött legalább 2 év. Tehát például a Nándi nálunk a legkisebb, ő 4 éves korában már biciklizett. Az, hogy mikor kerül pumpapályára, és mikor kerül egyáltalán olyan szituációba, hogy versenyen tudjon biciklizni, az nyilván attól függ, hogy milyen képzettsége van meg a körülményektől, hogy van-e megfelelő helyszín ahhoz, hogy megfelelő legyen a képzés. Mi az, amilyen szisztéma szerint végig lehet menni egy képzési útvonalon, tehát A-tól Z-ig, hogy juttatja el az edző a kis embereket? Hát alapvetően ugye a biztonságos bringa kezelés a fontos. Ha az megvan, hogyha össze tudja rakni magát a mozdulatokat, hogy tud is tekerni, kanyarodni, biztonságosan kezeli a biciklit, akkor ezt föl kell építeni. Megvan az, hogy a pedáloknak, tehát ugye ezek a kanyarok, vagy mandinereknek hívjuk őket, elég kicsik és elég meredekek. Tehát itt azért meg kell tanulni azt, hogy lehetőleg a pedál is olyan irányba legyen, olyan állásba legyen, hogy ne akadjon el, amikor fordul a kanyarba. Hát ez az első, amikor a gyerekekkel úgy foglalkozunk, hogy megtanulják azokat a mozdulatokat, hogy a pedál megfelelő módon álljon, megtanulják azt, hogy kell viselkedni a biciklin, hogy ezeken a hullámokon úgy menjen át, hogy a bicikli tulajdonképpen ne emelkedjen föl a levegőbe, és azt a testükkel próbálják meg a talajon tartani a bringát úgy, hogy ne pattogjon el. Az alsó korhatárról beszéltünk, van felső korhatár? Nincs. Ugyanúgy nincs, mint alsó korhatár. Hát ez nyilván attól függ, hogy ez nem korfüggő, hanem gyakorlatilag az ügyesség függő. Meg azért valljuk meg őszintén, a kerékpár sem mindegy, mert ugye a BMX-ek direkt erre lettek kitalálva. Tehát rövidek, kisebb a kerék, kisebb a váz, egész más jellegű a kormány, egész más jellegű a hajtóműve, a maga a váltórendszere, tehát nincs is váltó ezeken a bicikliken. Ezeken úgy kell gyakorlatilag előre haladni, hogy megpróbálják testtel vinni tovább az egész mozdulatot. A lélek mennyire játszik szerepet, tehát ha valaki mondjuk megijed, vagy nem örül egy elesésnek? Gyakorlatilag a BMX-ben benn van az, hogy valaki elesik, előbb-utóbb, nyilván az bent van.
De hát ezt ők megtanulják az első pillanatokban, mert tulajdonképpen ez vele járója, és pont azért kell rengeteg gyakorlás és rengeteg képzés, hogy ezeket elkerüljük. Tehát azokat ők megpróbálják úgy kivédeni olyan technikával, hogy szinte minimálisra csökken az esés. Persze nyilván, ahogy megszokja a pályát, meg megszokja a mozdulatokat, egyre gyorsul a tempó, ha egyre gyorsul a tempó, azt kezelni kell tudni. Hát ők már azért valamilyen szinten profik tudják ezt megfelelő módon kezelni. Mitől jó egy pumpapálya? Egy pumpapálya alapvetően attól jó, hogyha az ember tud rajta úgy menni, hogy tekerés nélkül, tehát hogyha tudja a súlypontját változtatni rajta, és ettől halad előre. Én úgy gondolom, hogy ez a pálya mind méretileg, mint a dombok dimenziójában is, és kialakításában is kiemelkedően jónak gondolom. Úgyhogy akár egy versenysorozat helyszínéül is szolgálhat a későbbiekben.